Üdvözlök mindenkit! Köszönjük szépen, hogy itt lehetőség van arra, hogy bemutassuk az elvégzett munkát. Ezt megelőző Liget fórumon bemutattuk azokat a tanulmányterveket, amelyekkel a Ligetnek a pavilonjait szeretnénk megfogalmazni, ki biztosítani azokat a funkciókat, ami szükséges ahhoz, hogy a Ligetnek az ide látogatók minél komplexebb szolgáltatást kapjanak. Ezek részben vendéglátóhelyek, részben illemhelyek, részben a sportpályákhoz tartozó öltözők, és van benne ez a nagyon speciális elem, a vakok kertjének a pihenő pavilonja. Ez az eddig elhangzottakhoz és az eddig elkészült kiviteli tervekhez kapcsolódóan ez a két épület az, aminek a kiviteli terveit kidolgoztuk. A bal oldalon látható a vakok kertjébe helyezendő kis pihenőpavilon, és a kép jobb oldalán pedig egy olyan általános illemhely, ami itt az első ütembe elhelyezésre kerül. Egyel tovább lépek, hogy könnyebben be tudjuk azonosítani, miről van szó. A kék és piros körökkel látszanak azok a pavilonok, amelyek itt a Liget teljes területén elhelyezésre kerülnek majd, és teli kék és teli piros pöttyel látszik az a két kis pavilon, aminek előbb a képeit mutattam, az 1/D területhez kapcsolódóan. Egy pillanat erejéig itt visszanyúlnánk, hogy tulajdonképpen ezek azok a pavilonok, amik múltkor bemutatásra kerültek, és azóta egy részben már azóta lefolytatott egyeztetések eredményeként némelyikük már ilyen finomabb, részletesebb kidolgozásra került. A koncepció alapvetően az volt, hogy ebbe a különleges, nagymúltú parkba olyan könnyed, finom építészeti elemek kerüljenek be, amelyek nem próbálnak uralkodni a parkon, sőt azokon a kis tisztásokon sem, ahova elkerülnek, hogy megpróbálnak a legkönnyebb, legjátékosabb, legfinomabb módon beleilleszkedni, úgymond jól viselkedni itt a park fái közt. A vakok kertjének a pavilonjával kezdeném. Az építészek gyakran elkövetik azt a hibát, hogy épületek, az épület tervezéskor épületek jelennek meg a szemük előtt. Tulajdonképpen ahelyett, hogy arra az életre koncentrálnának, ami majd ide be fog költözni, és valamit rosszul csinálok? Rákattintok. Nagyon szépen köszönöm a miniszteri biztos úrnak a segítséget, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy ezt a pavilont a lehető leghasznosabban és arra a funkcióra legjobban megtervezzük, nagyon sok egyeztetésen vettünk részt, és az egyeztetések eredményeként végül kialakult az a program, amire itt szükség van. Ez a kis pavilon egyszerre egy nyitott vagy egy beüvegezett tornác a vakok kertjébe, ahova vissza lehet húzódni a napsütés elől, árnyékot ad, egy gyors vagy egy szemerkélő esőbe be lehet húzódni, egy gyors nyári zápor elől menedéket lehet találni. Tulajdonképpen egy nagyobb tere van, amit itt jól látunk, ahol le lehet ülni, el lehet fogyasztani valamennyi elemmózsiát,
tulajdonképpen egy, a háttérbit látszik is egy kis pult, ahol ezt az egészet elő lehet készíteni, és a külső oldalán körbe padok vannak, ahova körbe le lehet ülni, el lehet helyezni. Nagy gondban voltunk, amikor az összes ezzel a kis pavilonnal kapcsolatos egyeztetést végigültük, ugyanis a vakok, a csökkent látók, a csőlátók, nagyon sok olyan különböző ilyen látássérült helyzet áll elő, amik tulajdonképpen úgy éreztük a végén, hogy nem lehet mindnek megfelelni. És egy olyan feloldozást kaptunk a végén, hogy a látássérült emberek alapvetően, amikor már tényleg nem tudtuk, hogy mit csináljunk, hogy a látássérült emberek alapvetően megtanulják, megszokják azt a környezetet, amibe nekik élni kell, mozogni kell, különböző élethelyzeteket kell eltölteni, és tulajdonképpen úgy gondoltuk, hogy a lehető legtisztább, legegyszerűbb, legátláthatóbb, picit úgymond a legjobban kitapinthatóbb épületet kell a számukra elhelyeznünk. Ennek egyik példája ez a pad, ezek a padok, amik ugye egy fix beépítésű külső, picit előtetővel védett élethelyzetet adnak, ahova le lehet ülni, ezeket nem lehet áthúzogatni másik helyre, tehát fixen ott vannak, hogyha egyszer megtanulták őket, akkor nagyon könnyen vissza lehet oda térni és használni őket folyamatosan. Itt mutatom a vakok kertjének korábban bemutatott helyszínrajzba az épület elhelyezését, és ez pedig az alaprajz. Látszik, hogy a kis pavilon három irányból megközelíthető, fölnyitható. A középső eleme egy olyan pult, amibe a felső oldalról a WC-khez kapcsolódó mosdókat, az alsó oldalról pedig egy olyan pultot helyeztünk el, amiről korábban beszéltem, hogy ez segítséget ad az itteni uzsonnák, tizóróiknak a elfogyasztásához. Látszik, hogy kívül-belül van egy olyan pad itt a kontúron, ami szintén segíti az itt tartózkodást. A felső részben jobb és bal oldalon két székraktár kapott helyet, ezek a külső teraszon elhelyezendő, illetve esetleg a kertbe kihelyezendő bútoroknak a tárolására szolgálnak. Azt tudni kell, hogy ennek a kis pavilonnak a jelenlegi egy idényjellegű használata lesz, tehát hogy koratavasztól késő őszig használják. Ennek ellenére terveztük az épület temperálását, hogy esetleg egy igény szerint egy hosszabb időszakban is használni lehessen. A felső részbe helyeztünk el egy kis öltözőt, egy illemhelyet, egy mozgássérült illemhelyet, és a fönti külső területeken pedig az épület kontúrjába belerejtve gépészeti, nyitott, defedett gépészeti tér, illetve különböző sportszer és ilyen kis kerti szerszámok tárolója kapott helyet. Itt látszik két metszet, alapvetően az épületről. Ez egy ilyen réteget ragasztott favázas épület, aminek egy extenzív zöldtetője van. Egy lemez alapra épül az egész, és tulajdonképpen egy igazi pavilon. Tehát egy nagyon egyszerű, nagyon gyors módszerekkel ez fölépíthető, és itt használatba lehet venni. Itt van még két kis kép róla, az egyik a belső teret ábrázolja,
és a másik pedig egy olyan esti képet mutat, amikor a pavilon egy picit, mint egy ilyen különleges lampion így világít a fák között. A másik témánk ugye a sportpályákhoz tartozó illemhely. Ugye azt gondolja az ember, hogy egy illemhelyen mit kell megtervezni, hiszen végtelenül ez a világ legegyszerűbb funkciója. Mégis, hogyha a park használóinak, teljesen különböző célcsoportjainak a listáját végigvesszük, akkor ez is egy nagyon komplex, nem csak az illemhelyek elhelyezése, de magának egy-egy illemhelynek a belső kialakítása is egy nagyon komplex, nagyon, nagyon végiggondolt feladat. Azt szerettük volna, hogyha ezek az illemhelyek sem ilyen egyszerű cipős dobozokként lépnek be a parkba, hanem ez a finom játékosság, ami a többi kis pavilont is leírja, az itt is megjelenjen. Ugyanakkor a liget kérésére szerettük volna karakteresen megkülönböztetni a megjelenését a többi pavilontól, részben azért, hogyha valaki becéloz egy ilyen épületet, akkor tudja, hogy jó helyre érkezik, és ezért a többi pavilontól egy eltérő színe és ilyen vélhetően ilyen óriás piktogramjai lesznek, ami segít a távoli orientációba. Itt is van egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye a vakok, csökkent látók, mozgássérültek nem csak a vakok kertjét, hanem a park egészét fogják használni. Tehát itt is próbáltuk a bejáratot úgy kihangsúlyozni, hogy az a lehető legjobban észrevehető, felfejthető legyen. És itt látszik az a jobb felső képen, hogy tulajdonképpen hányfajta különböző használatra alkalmas, akadálymentes, családi, közösen felnőtt és gyermek által közösen használható mosdókat terveztünk be. Elhelyeztünk még, de ez talán a következő rajzon jobban fog látszani. Ugye itt ez a helyszínrajzba beleágyazva, és itt látszik az alaprajza. Itt a jobb alsó sarokba látjuk a bejáratot. Azt is tudni kell, hogy a park illemhelyei egy kettős használatban lesznek. Lesznek olyan mosdók, amelyek 24 órában állnak rendelkezésre, és lesznek olyan mosdók, amelyek az éjszakai órákra lezárásra kerülnek. Itt látszik az, hogy a kép jobb alsó sarkában van a bejárat. A bejárattól egy picit középre fölfelé van egy olyan mozgássérültek számára is használható, 24 órában nyitva lévő mosdó, és itt belépve ebbe az előtérbe, baloldali irányba, pedig az összes további mosdóhelyiség elérhető, a családi, egy mozgássérült, illetve a férfi-női. Van egy kis háttérgazdasága ennek a mosdónak, amit egy felügyelő, őrző, takarító személyzet számára alakítottunk ki, és tulajdonképpen ez a még itt a kép jobb felső sarkán van néhány olyan külső tér, ami szintén a gépészeteknek a kültéri egységét rejti el, hogy ezek így vizuálisan ne szennyezzék a parkot. Itt vannak a metszetek, erről is leolvasható az, hogy az extenzív zöldtetővel alakítottuk ki ezt a kis épületet is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!